Köszöntöm a Magyar Adás nézőit, jó napot kívánok! Ma Páskándi Géza íróra emlékezünk, majd megismerünk egy fiatal zongoraművészt, aki több nemzetközi verseny díjazottja. Azután viszont látjuk Nagy Máriát, aki hosszú idő elteltével újra fellépett szülőfalujában. Adásunk második felében pedig jelentkezik közkedvelt rovatunk az És azt tudta. Végül egy dokumentumriportban felidézzük Karancsi Sándor képzőművész emlékét is. Páskándi Géza születésének és elhalálozásának évfordulója is május derekára esik. 1933. május 18-án született Szatmárhegyen, és 62 éves korában 1995. május 19-én hunyt el Budapesten. Fiatalon szinte gyermekfejjel került az irodalmi életbe, már 1949-ben megjelentek első versei a szatmárnémeti Dolgozó Népben. Ezt követően az Ifjú munkás és az Előre munkatársa, majd az Utunk című irodalmi lapnál is dolgozott. Az 56-os magyar forradalom melletti kiállásáért 1957-ben letartóztatták, 6 év börtönbüntetése ítélték. Szabadulása után rakodómunkás és könyvtári raktáros volt. 1965-ben nyerte vissza közlési jogát. Ettől fogva lett szabadfoglalkozású író és az irodalmi alap tagja. Majd 1969-től törölték Priuszát, és ezzel jogot szerzett arra, hogy a Romániai Írók Szövetségének tagjává is váljon. 1971-től a Kriterion könyvkiadó kolozsári szerkesztőségének főlektoraként tevékenykedett. A Ceausescu rezsim alatt éles támadások érték, állandó megfigyeléseknek lett kitéve, és miután a levegő is elfogyott körülötte, megszületett benne a döntés, hogy családjával Magyarországra települjön. Másodszori kísérletre Csóri Sándor és szűkbaráti köre segítségével sikerült az áttelepülés 1974-ben. Itt ugyanebben az évben már a Kortárs című folyóirat főmunkatársa lett, ahol nyugdíjazásáig 1990-ig segítette a szerkesztőség munkáját. 1991-től a Nemzeti Színház irodalmi tanácsosa. A Magyar Televízió Magyarok című műsorának szerkesztőbizottsági elnökeként is működött. A Magyar Írók Szövetségének választmányi tagja volt, továbbá az 1992-ben megalakult Magyar Művészeti Akadémiának volt alapító és vezetőségi tagja. Sok műfajú íróként Páskándi egyaránt kedvelte a verset, a drámát, a novellát, az esszét, a regényt, érdekelte a gyermekirodalom és a közírás is. Számos film és televíziós forgatókönyvet írt. A vizuális költészetben is megmutatkozott tehetsége, több mint 100 képverset alkotott. Páskándi Géza munkásságát számos díjjal tüntették ki, többek között 1977-ben József Attila díjat, 1991-ben Magyar Művészetért nagy díjat, 1993-ban Kossuth díjat kapott, a Magyar Örökség díjával pedig posztumusz elismerésben részesült 2015-ben. A Romániai Magyarság irodalmi, művészeti és kritikai heti lapjának, az Utunknak a 25. évfordulóján 1971-ben a költő egyik saját versét olvasta fel. Ezzel a felvétellel emlékezünk a 85 évvel ezelőtt született Páskándi Gézára. Első feltámadás, lépj ki a sorból. Második feltámadás, lépj ki a sorból. Harmadik, negyedik, századik feltámadás, lépj ki a sorból. És én fölkeltem. Fölkelt minden feltámadásom. Órát se tudva mind kikeltek földjeikből testvéreim. Számolgatták az újjukat gyanakvón. Megolvasták hajszálaikat. S midőn megvolt, lett tánc és lobogó lakoma. Kiki azt a szervét bámulta még sokáig, melytől nem válna semmi élet árán, köldökén át buja dombját bámulta a szajha, az anya enmellét simogatta, a költő kicsi sűnre feküdt le aludni, s onnan nézte epekedve a két nőt. Részt vettem minden lakomában, letöröltem a társak csókjait, félretoltam a múzsát, mert az ajka agyvelő szivattyú. Valaki így szólt, a sportoknak csak alkonyatuk van, kiáltás kúrjant, egy feltámadás eladó,
de árat még nem említett senki. Csak néztem a zsivajos nagy tömeget, szájuk prémjérül csurgott le a nektár, langy zsír, gyertyagyöngyökké jegesülve, meg az orgonafürtű sörhab. Hogy osztoztak a combon, pecsenyéken, hajbakapun, visító ricsajokkal, olyan is volt, kit agyon tapostak e kezdeti önkívületben. Csak néztem e csömörös, bojdult keveréket, társaimat a feltámadásban, s kipattant fejemből pallászom az iszony. Ekkor már tudtam, nem azért élek, mert Isten tervet adott, nem azért támad föl a lelkem, mert kívülem nem lenne világ, nem azért járok, kelek, futok, táncolok, mert nélkülem megtorpan a folyó, ekkor már tudtam, nem azért támad föl a testem, hogy eszemnek lángját bizonyítsa, nem azért támadtam, hogy én bizonyítsak, de általam most ő bizonyít. Csont érvnek jöttem hús bizonyítéknak, hogy ő itt a mindenható. S ekkor már tudtam, elhagyom lakomás társaimat és Istent, s azt mondom a világnak, itt vagyok én, Lázár, aki elmegy, itt vagyok én, ki emberek felé megy, ki áttáncol a tű kisebb fokán, mert szörnyű, szörnyű, szörnyű elképzelni, hogy létem célja érvül, Isten alá szőnyegnek terüljön, hogy öntengelyem forgását kiadják ingyen, bérbe, felsőbb létet hussal bizonyítni, mert szörnyű, szörnyű, szörnyű elképzelni, hogy önmagamban ne lehessen célom, s egy kölcsönlétet nyújtnak gyámolul, hogy létem létének érv szolgája légyen. Hát itt vagyok én, Lázár, aki elmegy, aki már az emberek felé megy, ki áttáncol a tű kisebb fokán, Istenre fölsziszegve, embernek szólni áldon. Megtiltom a feltámadásom. A múlt héten ért véget a Magyar Zenei Fesztivál 14. kiadása a Bukaresti Balassi Intézet szervezésében. Az esemény fontosabb történéseiről majd egy későbbi adásunkban számolunk be. Most a fesztivál egy korábbi nagydíjasát ismerhetik meg. Demény Balázs 1989-ben született Kolozsváron. Zongora tanulmányait Búzás Pál növendékeként szülővárosában kezdte, majd 2004-től a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumban Eckhardt Gábor tanítványa. 2009. szeptemberétől a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója. 2013-tól pedig Berlinben tanul a Művészeti Főiskola zongora mesterszakán. Több nemzetközi verseny díjasa. A fiatal zongoraművésszel idén márciusban beszélgettünk Bukarestben, a Balassi Intézetben. Demény Balást a fiatal zongoraművész nemzedék egyik kiemelkedő tehetségének tartják. Az Anda Géza ösztöndíjas művész rendszeresen koncertezik itthon és külföldön egyaránt. Számos rangos mesterkurzus és fesztivál résztvevője. Olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Kurták György, Jacques Rouvier, Ári Várdi, Nagy Péter, Román Imre, Kemenes András, Georg Száva, Eckhardt Gábor, Nagy Péter, Szokolai Balázs vagy Banda Pál. A versenyektől sem tartja magát távol. Majd mindegyiken, amelyen fellép, díjjal távozik tarsolyában. Az idei évet is jól kezdte, hisz február elején 3 díjat is hozott a Párizstól keletre található Lányi Szürmán városból.
A 12. alkalommal megrendezett nemzetközi zongoraversenyen a Budapesti Zeneakadémia másodéves doktori iskolás hallgatója az első díjat megosztva egy ukrán zongoraművésszel, a közönségdíjat, valamint a francia város külön díját kapta. Demény Balázs korábban megnyerte a 19. Île-de-France, a Bülow, a Carfilch nemzetközi zongoraversenyeket is. 2009-ben a Bukaresti Balassi Intézet szervezte Magyar Zene Fesztivál fődíjasa volt. Azóta a Kulturális Intézet szervezésében számos koncerten lép fel itthon is. Legutóbb Temesváron, Szebenben és Bukarestben koncertezett. Szeretettel köszöntelek, Demény Balázs, a Magyar Adásban. Találkoztunk mi ezelőtt hány évvel is itt Bukarestben a Magyar Zene Fesztiválon, amikor első díjas lettél? Hát, hogyha jól emlékszem, az 2009-ben volt, és hát azóta már remélem, hogy elég sok minden történt, hogy befejeztem egy egyetemet, illetve kettőt, és hát nyilván az egy fontos állomás volt számomra. Azóta nyilván sokat versenyeztem, és igyekeztem így megismerni ezt az oldalát és a szakmának. Nagyon fontos szerepet töltenek be az életedbe a városok. Jól érzem? Hát különböző helyeken tanultam, igen. Hát Kolozsváron születtem, ott Búzás Pál tanított, és utána pedig 14 éves koromra kerültem Budapestre, Eckhardt Gáborhoz és Félegyházi Károlyhoz, és utána pedig az akadémián Kemenes Andrásnál folytattam, a Liszt Ferenc Zene Akadémián, utána pedig... Meneteljünk egy kicsit a gyerekkortól felfele. Kolozsváron születtél, ugye, mint mondtad, és nem is akármilyen családban. Igen, ez valamennyire lehet előny is, és hátrány is. Én édesapám zeneszerző, rendező, zongorista, Demény Attila, és nagymamám pedig népzenegyűjtő, zeneelmélettanárnő, és ő engem már nem tanított, pedig legendásan sok mindenkit tanított, és mindenki nagyon szerette. De úgy érzem, hogy elsősorban nem ez, ami motivált. Tehát természetesen segítséget jelenthet egy zenés család, de azt hiszem, hogy a pályaválasztást azt nem kényszerítették rám. Tehát... Ha focista akartál volna lenni, akkor lehettél volna simán? Szerintem igen. Szerintem, amikor egészen fiatal voltam, akkor volt egy ilyen hasonló beszélgetésem édesapámmal, hogy megkérdezte, hogy zongorista akarok-e lenni, és akkor én ezt rávágtam, hogy igen, persze. Persze fogalmam nem volt, hogy ez mit jelent. Mert hogy neked ez egyértelmű volt, hogyha egyszer zenés családban vagy, akkor ezt kell folytasd, vagy vajon miért vágtad így rá ilyen természetesen, hogy az leszel te is? Hát valószínűleg mind a kettő, akkor úgy éreztem, hogy ez egy... hogy aki nem zenél, az nem ember. és a másik meg az, hogy persze szerettem is csinálni. De nem voltam az a tipikus csoda gyerekfajta, aki már egészen fiatalon gyakorolni szeretett volna, hanem szerintem ez a váltás, ez olyan 13 éves koromban jött, amikor eldöntöttem, hogy profi szeretnék lenni. Az első zongora koncertedre elment édesapád? Hogyne, persze, hát persze, természetesen, elég gyakran, hát hogyha tud, akkor eljön, azért meghallgat. Mondjuk mostanában keveset jártam Kolozsváron, legutóbb mikor is? Ja igen, játszottam ott egy Beethoven zongora versenyt szeptember elején a Kolozsvári Filharmóniával, és rögtön utána egy Ligeti Brahms Kürtrió koncertünk volt az erdélyi zenei napokon. És amikor legelőször így koncerten meghallgatott téged édesapád, akkor volt neked valami különlegesebb érzésed, hogy ő ott ül és hallgat téged? Nem hiszem, hogy ezzel foglalkoztam akkor, el voltam foglalva a darabokkal, nem emlékszem. Aztán később lehet, hogy ez valamilyen nyomást helyez az emberre, de azt hiszem, hogy ez nem föltétlenül csak a zenére igaz. Azért az ember, hogyha most már a szülőkről van szó, akkor a szülőknek mindig meg akarva, akaratlanul egy kicsit felelni. Azt hiszem, hogy szerencsés vagy olyan szempontból, hogy, illetve itt teszem fel a kérdést, ugye egyértelmű tehetséges vagy. Ez elég ahhoz, hogy például, hogy ide eljussál, vagy szerencse is nagyon kell? Vagy a tehetséggel mit kezdjünk? Mert lehet, hogy tehetséges vagy gyerekkorban, és ez aztán csak egyszer elveszik. Számomra nem is olyan egyértelmű, hogy tehetséges vagyok, de köszönöm. Én úgy gondolom, hogy
egyáltalán nem elég a tehetség. Tehát, hogy nyilván a szerencse is kell, de azért ez munka is hozzájárul természetesen. Ez a tehetség az egy nagyon relatív fogalom, meg nagyon sokféle tehetség létezik, ezt nem lehet igazán így kijelenteni, hogy valaki tehetséges, és akkor már ugye meg is találja a helyét, mivel ez a pálya ez olyan, hogy nagyon szerteágazó a tehetség fogalma, és valaki lehet tehetséges mondjuk a megjelenésben, de valaki lehet tehetséges mondjuk az egészen apró részletekben való kidolgozásban, vagy mondjuk a gyors tanulásban, ugye az is mondjuk egy készség. És mondjuk én ezt szeretem elválasztani, hogy mi az, hogy készség, és mi az, hogy tehetség. És úgy gondolom, hogy a tehetség az sokkal később nyilvánul meg, hogy ki az, aki tényleg tehetséges, és azok valószínűleg nagyon a pályán is maradnak, és nem híresek, hanem mondjuk sikeresek lesznek. És emellett a munka az meg természetesen engedhetetlen. Meg hát valamilyen formában a szerencse is. Azt hiszem, hogy ez a kettőnek mindenképpen találkoznia kell. Laikusként, amikor leülök egy zenésszel beszélgetni, akkor mindig az izgat nagyon, hogy amikor veszel egy zenedarabot, meghallgatod, elmész koncertre, ugyanazt a, most vegyük például Lisztet, meghallgatsz egy Lisztművet, az egyszerű hallgatónak ugyanúgy cseng az a Liszt darab. De mégis mindig ott találom, és ott találtatik az, aki előadja azt. Nekem nem ugyanúgy cseng minden interpretáció, szóval nekem elég másképp, én más dolgokat hallok különböző interpretációkban, és hát ezeknek a mikor mondjuk van egy új mű, akkor azt hiszem, hogy az elsődleges az, hogy az ember megpróbálja megérteni, hogy mi van oda leírva, és mi van a hangok között, mi az a tér, ami kitölti azt a hangokat. És azt hiszem, hogy hát erről többször, hát ezt többször beszéltem is erről, de hogy ez valójában egyfajta gesztusművészet, hogy ugye el akarjuk hitetni a közönséggel, hogy abban, hogy ott a két hang között történik valamilyen kapcsolat. És ez nem feltétlenül arról szól, hogy mi történik valójában, mert azt az ember nem azt hallja, mondjuk, hogyha leütök egy akkordot, akkor az automatikusan elkezd halkulni a zongorán. De hogy tudom én elhitetni mondjuk a közönséggel, hogy a következő hang az mégis hozzá kapcsolódik, vagy ott esetben mondjuk erősödik az akkord, vagy halkul, vagy hogy lesz ebből egy vonal, és miért érzem én azt, hogy ez mondjuk ez egy időegységet kialakít. És azt hiszem, hogy ez tulajdonképpen ez az, amit egy előadó így kutat, meg amivel foglalkozik a technikai gyakorlatokon túl. És igazából ez a varázsa az egésznek, és ezt próbálom megérteni, és megmutatni, hogyha sikerül. Na, hogyan választod te ki a műveket? Mit tartasz te szem előtt inkább? Gondolom, vannak kedvencek. Vannak kedvencek is, de igyekszem egyelőre mindenfélét megtanulni, hogy minél szélesebben rálássak a repertoárra is. Meg hát természetesen nagyon érdekel a zene, mint olyan. Vannak, úgy érzem, hogy vannak olyan zeneszerzők, akik nekem jobban fekszenek, az én lelki világomhoz talán jobban illenek, és igyekszem tőlük több mindent megtanulni, ilyen mondjuk Bartók, klasszikusok közül Beethoven és Haydn. De természetesen sok mindenki más, tehát nem igazságtalan lenne most kihagyni zeneszerzőket. Csak ezek a zeneszerzők ebben a fázisomban úgy érzem, hogy jobban fekszenek nekem. De ez nagyon sokat változott, tehát soha nem volt ez így. Mondjuk 4 évvel ezelőtt nem így éreztem, vagy 5 évvel ezelőtt egészen más irányba akartam elindulni. És hát meglátom, hogy mit hoz a jövő, vagy a... Kolozsváron születtél, ott zenei tanulmányodat valamiként elkezdted. Utána nem ott a zenekonzervatóriumba iratkoztál, ugye? Igen. Mint említettem, ugye Budapestre mentem tanulni. És Berlin aztán hogy jön be? És Berlin, a Zeneakadémia második évében mentem ki Berlinbe, és aztán párhuzamosan végeztem a két egyetemet, ott Száva Györgynél és Pascal Devaillonnál tanultam.
És ez egy nagyon jó kiegészítés volt ez a két egyetem, mert egészen másfajta megközelítést kap az ember Budapestről és Berlinből. Berlin az egy nagyon nemzetközi hely, rengetegen jönnek az egész világról, és mindenki hozza úgymond a saját hagyatékát magával, míg Budapest egy sokkal zártabb közeg. Természetesen nagy múltú intézmény és egy nagyon magas színvonalú egyetem, de sok a megközelítés az egy zártabb rendszer. És hol, lehet, hogy durva szó, de hol nehezebb érvényesülni például? Tehát hol kell többet dolgozni azért talán tudatosan Berlinben, vagy Budapesten, vagy ez hogy van benned? Miért fontosak a versenyek, és ide szeretnék én kitérni? Értem. Hát szerintem mindenhol sokat kell dolgozni az érvényesüléshez, úgyhogy erre így nehéz válaszolni. Talán Berlinben mondjuk azért nehezebb, mert négyszer akkora a város, és sokkal többen, hát sokkal nagyobb a konkurencia, hogyha így vesszük, mondjuk a számokból adódóan is. A zenészség az, ami számít igazából, nem feltétlenül az, hogy most ki honnan jött. De kétségtelen, hogy azért a magyar zenekultúra az annyira gazdag, hogy ez valamennyire azért rányomja egy iskolára a bélyegét. Tehát azért a magyar zene, meg a zongoraiskola az egy nagyon nagy hagyományokra visszatekintő valami, ami egy nagy előny igazából egy olyan embernek, aki nem ebből jön. Viszont sok más zongoraiskola is létezik emellett párhuzamosan, és nem lehet azt mondani, hogy valakinek igaza van. Tehát, hogy ez egy, azért a művészet az azért is csodálatos, mert nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, és nagyon sok minden lehet egymás mellett igaz. Versenyekre térjünk rá. Nagyon fontosak? Vagy volt egy kis vita is néha ez, hogy akkor egy fiatal művész ahhoz, hogy érvényesülni tudjon, ahhoz, hogy fellépési lehetőséget kapjon, azért neki muszáj versenyekre járjon. Neked a versenyek azok miért fontosak? Én azt hiszem, hogy ezért igazából, tehát a fellép mindenki, én úgy látom, hogy fellépési lehetőségekhez jutok azáltal, és a másik szempont az pedig az egyéni fejlődésem, tehát egy ilyen verseny az mindenképpen plusz motivációt jelenthet, és rákényszeríti az embert, hogy aknázza csak ki azt, ami ott van, és próbálja meg a maximumot kihozni saját magából. És főleg, amikor mondjuk, hogy 56 társad közül, ugye most első díjat kaptál, mint ahogy februárban Franciaországban. Igen, de hát ez nyilván ez szerencse is. Hát ez most csak egy ilyen gratuláció akart lenni, hogy most megint ott vagy egy versennyel, amit megnyertél, ugye? Igen, de ez azért nyilván ebben szerencse is van, tehát nagyon örvendek a díjnak, ezt ember soha nem tudja, hogy most mire számítson egy ilyen verseny esetében. Nagy, azért nem tudja az ember, hogy ki fog eljönni, ki nem jön el, milyen lesz a színvonal. Meg kell próbálni, aztán vagy sikerül, vagy nem. Nem vagy még 30 éves. És nem vagy még 30 éves, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy elismerés, hogy nagy nevek, nagyon szépeket írnak rólad. És ilyen elismeréseket, tehát az, hogy téged már egy nagyon érett művésznek tekintenek, ez úgy egy kicsit engem meglepett. Jó értelemben persze. Hát, mit kezdesz ezekkel az elismerésekkel és ezekkel a... Hát én nagyon örvendek, hogy ők így gondolják, de... Én úgy érzem, hogy nekem fejlődnöm kell. Ezek... Tudatosan építed-e a karrieredet? Szerintem nem, de nem tudom. Hát ez egyelőre tényleg én úgy érzem, hogy abban a fázisban vagyok, amikor így mindent meg kell próbálnom. Nem hiszem, nem mondanám azt, hogy így építem. Tehát szerintem csak így jönnek a dolgok maguktól, és így alakul magától. Gondolom, hogy azért ez úgy benne van, hogy nyolc Beethovenhez, nyolc Liszthez, de nyolc Ligetihez is, és a jó apáthoz is, hisz ma este is itt azért hallunk klasszikusokat is, kortársakat is.
Ezzel így kortárs zenével például neked mi a viszonyod? Hát önmagában azt mondjuk a Zeneakadémián Veres Sándorból doktorálok, aki egy kolozsvári születésű zeneszerző, aki Svájcba emigrált, Bartók és Kodály növendéke volt, és Ligetit és Kurtágot tanította, tehát ugye egy ilyen köztes generációnak hát szerencsére és nem, az ő nem szerencsére közös generációba tartozott, és belőle, hát ő engem rettenetesen érdekelt, tehát ilyen szempontból, hogyha mondjuk őt már nem is, azért kortársnak tekintjük még valamennyire, ezt ő mindenképpen érdekel, de Ligeti is érdekel, meg Kurtág is nagyon érdekel. Hát és édesapám természetesen ez a 10 zongora darabja, amit most fogok játszani, ez egy ilyen régi álmom igazából, hogy eljátszom, mert én ezeket nem játszottam, csak egy párat belőle, és most decemberben csak így felvetette ő, hogy hát most miért nem akarom eljátszani valahol, és akkor mondtam, hogy de hát persze, nyilván. Úgyhogy... Volt benned egy kis félsz, hogy hozzányúlja saját jó apád szerzeményéhez? Nem, elég vakmerően nekivágtam szerintem, de hát főleg azért is, mert nagyon sokat hallottam tőle ezeket játszani, és szeretem is ezeket a darabokat, és ez a nyelv is valamennyire közel áll hozzám. Úgyhogy nagyon örvendek, hogy ezt most így megtanultam, és szeretném is még őket játszani, mert szerintem megérdemlik az előadást. Hogyan látod Demény Balázst 20 év múlva? Erre nem tudok válaszolni, nem tudom. Hogy szeretnéd látni Demény Balázst 20 év múlva? Hát továbbra is szeretnék koncertezni, és kamarazenélni, szólistaként, zenekarokkal fellépni, és a tanítás is érdekel azért. Foglalkoztam már igazából mindenféle korosztállyal, és ezt szeretem is valamennyire csinálni. Úgyhogy remélem, hát meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Amikor a tanítást mondod, akkor úgy nagyon benned vannak a te pedagógusaid is, és ugyanazt szeretnéd tovább átadni, vagy van neked már egy ilyen felépített külön stílusod? Hát én nagyon szeretném, hogyha tudnék annyit, mint az én tanáraim, de nem tudok. Természetesen nagyon meghatározóak voltak mindannyian, tehát nem... Ugye nincs új a nap alatt, ezt szokták mondani. Hát van egy saját elképzelésem, de nem tudom, hogy ez most mennyire mérvadó. Azért én úgy gondolom, hogy ők is egy elképzelést tanultak valakitől, meg az meggyőződések is kialakulnak idővel, de azt hiszem, hogy ezek az iskolák azért nagyon fontosak. Ugye, ahogy visszaemlékszel a gyerekkorodra, hogy téged kezdtek tanítani, zongorázni,
Van különbség, beszélhetünk különbségről tanítás és tanítás között, így az évek folyamán pedagógus és pedagógus között, így a nagy versengző világban, mert azért úgy érzem, hogy ezen a területen is van egy ilyen, hogy azért inkább arra törekszik mindenki, hogy mindent elkövessen, hogy ismert legyen, hogy a szerencsét ne engedje el maga mellől. Így az egyéni értékek egy kicsit így elvesznek ebben a nagy rohanó világunkban? Lehet, hogy elvesznek, sőt, valószínűleg igen, de azért vannak azok az emberek, akiket így nem lehet átverni, és akiket ugye tényleg a zene lényege érdekli, és hát ilyen szempontból szerintem abszolút szerencsésnek tekinthetem magamat, hogy sikerült ezekkel az emberekkel együtt dolgoznom. De valóban létezik egy úgymond ilyen versenyistálló azért ami hát főleg Nyugat-Európában azért megvannak azok a nevek, akik mondjuk egy ilyen húzó erőt jelenthetnek egy mondjuk egy versenyen, vagy egy ilyen szituációban. Tehát jobban meg kell dolgozni ma azért, hogy híres legyél? Hát ez egy nagyon jó kérdés, ugye, mert hogyha mondjuk pont Kocsis Zoltánra gondolok, akkor ugye ő egy versenyt nyert meg, a rádióversenyt, és az beindította a karrierjét. De természetesen, hogy ma már ez egy kicsit ilyen iparággá is alakult. Tehát, hogy rengeteg zongorista van egy ilyen film is, hogy 40 millió kínai zongorista, 40 millióan tanulnak professzionális szinten Kínába zongorázni, ami már azért egy hihetetlen szám, azért négyszer annyi, mint Magyarország lakossága, és azok profik, tehát az hivatásszerűen foglalkoznak ezzel. De azt hiszem, hogy az idő az el fogja dönteni úgyis az, hogy mi az, ami értékes, és mi az, ami nem. És erre talán a legjobb példa egyébként Kocsis. Tehát, hogy ugye, hogy ő nem, azért nem versenyzett annyit, és ugyanakkor ő is azt mondta, hogy a mai világban ezt lehet, hogy ő másképp csinálta volna, mert ma már megváltozott a világ, viszont nem ez a cél, tehát nem ez a végcél, ez inkább csak tényleg csak egy eszköz arra, hogy az ember fejlődjön. Itt le is zárom, ami pedig azzal, hogy városokkal kezdtük, városokkal fejezzük be. Hol lelkileg, hol nagyon jó neked fellépni? Hát Erdélyben nagyon szívesen járok haza, és a fellépéseim nagy többsége az ott volt, meg ott is lesz. De hát Magyarországon is persze, meg hát Németországban is azért elég sokat voltam ahhoz, hogy kialakuljanak ezek a barátságok, meg a szakmai kötelékek. Úgyhogy hát ez igazából ez a három ország között lavírozom, és most a versenyek miatt Franciaország is valamennyire így képbe jött. De hát nem hiszem, hogy... Tehát önmagában mindenhol szeretnék játszani, tehát hogy nem arról van szó, hogy csak egy adott régióban, hanem... Egyelőre az itthon-otthon kérdését nem tegyük fel. Ne, azt ne. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk. Én is köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Thank you.
Nagy Mária gyergyóremetei születésű énekesnő ismert volt a 70-es évek végén, a 80-as évek elején, a román és a magyar könnyűzenei életben egyaránt. Idén tavasszal teljesült régi vágya, újra énekelni szülőfalujában, azon a színpadon, ahonnan pályája elindult. Nem volt könnyű, hiszen nagyon régen ment el Bukarestbe, majd onnan tovább a nagyvilágba, távozása óta 50 év telt el. A koncert után arról kérdeztük, milyen érzések előzték meg a visszatérést. Senki sem proféta a saját hazájába, szokták mondani. Most neked itthon óriási sikered volt. Én nagyon féltem, pontosan ettől százszor elismételtem, majdnem elmondtam ezt a közönségnek is, de gondoltam, hogy na hát most már ez legyek szerényebb, és ezt én nem mondtam el nekik. Úgyhogy ettől én nagyon féltem, hála a jó Istennek ez nem igazolódott be, hogy ne legyek proféta. Én úgy éreztem, hogy tényleg ma a proféta voltam. Egy pillanatig sem hittem azt, hogy ilyen sokan kíváncsiak rám, mert ha én ezt tudom, amint már említettem, akkor sokkal hamarabb kopogtattam volna ezen az ajtón, ha tudom, nem tudtam. Ne addig várom,
szeretnél-e Erdélyben, vagy esetleg Romániában további koncerteket tartani? Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Most pillanatilag nem tudom, hogy mennyire van igény rá. Ugyanis itt, hál' Istennek, ismernek nagyon sokan. De még nem érzem, még nem sikerült egy olyan szintre kerülnöm, ahol... hogy ismert vagyok, és én már termeket vagy kultúrotonokat tudnék megtölteni. Úgyhogy ehhez egy nagy reklámra lenne szükség, egy CD-t kiadni, tévéműsorok, stb. Interjúk, úgyhogy ennélkül nem hiszem, hogy lenne merszem, hogy én megtegyem a további lépéseket. Szép sikereid vannak a román médiákban. Igen, ott igen, meglepetésemre felkaroltak, bátorítanak, még mindig hisznek bennem, és ne is beszéljek ugye a Facebook rajongókról, aki egy pillanatra sem adták fel, addig még nem láthattak engem színpadon. Na most mit jelent neked a mai biztatás a saját szülőfaludból? Ez a közönség azért itt volt, vagy 300-400 ember közötti közönség? Igen, hát mit jelent? Nincsenek szavak. Köszönöm szépen, erre ezt még legféltettebb álmaimban sem gondoltam. Utolsó pillanatig rettegtem, hogy lesz közönség, nem lesz közönség. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, hogy eljött. Volt egy ilyen érzésed egy adott pillanatban, hogy téged elengedtek a román közönségnek itthonról, és már nem tartanak saját magukénak? Én úgy éreztem, hogy egy picit magyaráztad ezt a történetet, hogy mit csináltál Bukarestben, miért lettél annyira népszerű, a Csenáklo Flakra-ban való szereplésedet. Úgy éreztem, hogy egy picit úgy érezted, hogy magyaráznod kell ezeket az éveket. Bizony magyaráznom kell, mert én ugye ennek tudatában éltem le sok-sok évet, hogy Istenem, most vajon engem elítéltek? Mi történhetett? Nem ismertem utána nézni, hogy hideg zuhanyként él, vagy teljesen megsemmisülök, az is még élt bennem. Ettől féltem, úgyhogy nem is igazán kutakodtam. Azért jöttek ki különböző szálak, és kérdezősködtek, és én nem jöttem, mondom, én nem tudom saját magamat meghívni. És utolsó pillanatig az volt az érzésem, hogy bizonyára nem közelít senki, nem közelít, és nagy meglepetésemre, ugye, bizony közelítettek, és ezt szavakban nem lehet elmondani. Tehát tulajdonképpen úgy érzed, hogy a Székelyföld egészen pontosan remete, visszafogadott téged. Visszafogadott, és találkoztam fiatalokkal, és őt azt mondták, hogy büszkék rám. Istenem, hát ezt hallani a saját szülőfalod, hogy ők büszkék rám, mikor én mennyit tartottam, és milyen félszel éltem, ez erre ismét nem tudok mást mondani, mint hogy katarzis megtörtént, megszabadultam a fájdalomtól, megerősödött a lelkem, a hitem, megtörtént a katarzis.
Kedves nézőink, itt véget ér műsorunk első része, de a román nyelvű híradó után 4 óra 5 perckor folytatjuk a magyar adást Jakab Fi Tamás rovatával és egy dokumentumriporttal, amelyben Karancsi Sándor képzőművészre emlékezünk. Tehát 15 perc múlva várom Önöket, viszontlátásra! Kedves nézőink, mert újra jelentkezünk a mai magyar adás második részével. Külön köszöntöm azokat a nézőket, akiknek csupán most sikerült bekapcsolódni műsorunkba. Ígérem, hogy jól választottak, hiszen nem sokára felidézzük Karancsi Sándor képzőművész emlékét egy nagyobb lélegzetvételű dokumentumriportban. Előtte azonban egy kis nyelvi kutakodásra nyílik lehetőség Jakab Fi Tamás rovatában. Tudják, hogy honnan ered az a szólás, hogy neki áll feljebb? Jakab Fi Tamás ma ezt tárja el előttünk. Azt tudjuk, hogy egy agresszív, rámenős, pimasz, sunyi alak, aki ráadásul felháborodott önérzeteskedéssel, méltatlankodással leplezi húzásait. Tudjuk, kire mondjuk, hogy még neki áll feljebb. De azt tudjuk-e, hogy mi-e áll feljebb? Számos olyan szólás él a magyar nyelvben, amely az orrot, mint egy referenciapontként az emberi cselekvések jelzésére veti be. Megy az orra után. Az orránál fogva vezetik. Epilógusában Arany János ezt mondja a kevély fogat utasairól, nem törődtem bennülővel, hegyke urral, cifra nővel, hogy áll orra az út szélin baktatóra. De sokszor az orr állására utalva fejezzük ki azt, hogy valakinek valami tetszik-e vagy sem. Aki elfintorítja az orrát, annak nem. Aki megsértődik valamiért, arra azt szoktuk mondani, hogy felhúzza az orrát. Aki pedig másokat lenéző módon viselkedik, az fennhordja. Aki bánkódik, az lógatja. Aki meg kivagyiságában megközelíthetetlen, annak szaros karóval sem lehet elérni. Ha mindezt végig gondoljuk, már adódik is a válasz a kérdésre, mi-e áll feljebb annak, akinek feljebb áll? Természetesen az orra. De az egykori szólást úgy tűnik konvencionális alapon leegyszerűsítette a nyelvünk. Ideje tehát, mint hogy elfelejtettük, újra tanulnunk. A nagyszalantai születésű Karancsi Sándor festő, grafikus művészi világa Gyergyószent Miklóson teljesedett ki. Életének itt töltött évtizedei nyomot hagytak a hegyvidéki városban és annak lakóiban, ő maga pedig gyergyói székellyé vált. Halála után szinte 15 évvel még mindig eleven az emléke. A Pro Art galériában kiállított munkáinak többségét maguk a gyergyóiak hozták el. Tájképek, grafikák, exlibriszek sorakoztak fel, csupán egy keskeny, de beszédes szelet mindabból, amit Karancsi alkotott. Riportunkban Karancsi Sándor életútjáról, meghatározó személyiségéről mesélnek gyermekei Gábor és Ajda, valamint Balázs József festőművész és Ferenc Mátéfi Kriszta művészettörténész, és archív felvételeken maga a képzőművész is megjelenik. Gyergyószent Miklós mindig nagyon szerette az öreget, idézőjelben mondom, mert mindenki úgy hívta. Tényleg szerették, és ő is nagyon szerette Gyergyószent Miklós embereit. És amikor feltettünk szintén egy ilyen hirdetést, hogy szeretnénk egy olyan kiállítást csinálni, olyan képekből, amik még nem voltak kitéve. Érdekes, mert ő megfestette egy képet valakinek, aki tényleg szeretett, barátja volt, nem volt barátja, de szerette. Megfestette egy képet, és oda ajándékozta. De én azt tulajdonképpen, én, testvérem, a többi ember, az nem nagyon láthatta, mert nem volt hogy.
És akkor jött egy ilyen ötletünk, hogy szedjük össze. Kedvesek voltak mindenki, mindenki a saját faláról leakasztotta, hozták, érkeztek vele. És mondom, az utolsó percig én se jöttem fel, mert mondom, hogy olyan képek vannak, amiket nem láttam, és olyan meglepetésszerűen akarom, hogy pontosan a kiállítás megnyitóra legyen az, hogy na, én ezeket meg akarom nézni. Hát Karancsi Sándor művészete és élete is egy az egyben Gyertyó Szent Miklóshoz köthető. Nagyszalontai születésű művészről beszélünk, aki 1932-ben született Nagyszalontán, és az Arany János világából átjön ide a hegyek közé, és az itteni életnek és az itteni embereknek, meg az itteni alkotásnak szenteli az életét. Egy nagyon kitartó emberről beszélünk, aki tényleg a művészeteknek szenteli minden egyes pillanatát, az életnek minden kicsi vetületét, és tulajdonképpen Karancsi Sándor Karácsony János után Gyergyó Szent Miklósnak a képzőművészévé válik, miután elvégzi az egyetemet Kolozsváron. 1961-ben megy nyugdíjba Karácsony János a Salamon Ernő elméleti liceumból, megürülve így egy poszt a frissen végzett Karancsi Sándort ide egy először Csíkszeredába helyezik ki, viszont elcseréli a posztját, és hát ennek a története az érdekes, ugyanis Sövér Elekkel nagyon jó barátságban voltak az egyetem évei alatt, és rengeteget mesél Sövér Elek, hogy Gyergyó mennyire gyönyörű, és a hegyek, nagyon szép vidék, milyen emberek laknak itt, és hát nagyon-nagyon nagy szerepe volt abban, hogy ezt a tanári cserét, ezt Karancsi Sándor megejtse. Így kerül Gyergyó Szent Miklósra, és a munkássága révén az emberek már annyira a szívükbe fogják zárni, főleg élete végén, tehát teljesen a lelkükbe zárják ezt a úgymond gyergyói székelyt. Volt egy ilyen beceneve is, hogy gyergyói székely. És hát mivel ennek felszenteli az életét, hát tulajdonképpen a művészete is nagyon keményen itt a hegyvidéki tájakhoz és az itteni emberekhez kötődik. Karancsi, amikor idejött Gyergyóba, akkor ő egy kockázatos vállalkozásba ment bele. Kockázatos volt kijönni egy mezővárosba, mint Gyergyó Szent Miklós, egy ilyen kis városba, ahol képzőművészeti élet nem mondható, hogy olyan híres volt. Karancsi idejött, és vállalta azt, hogy egy olyan környezetben alkot, ahol az, hogy modern festészet, az nem volt éppenséggel olyan nagyon közkedvelt fogalom és ismert fogalom. Tehát el kellett fogadtatni a környezettel egy festményt, egy akkor modernnek ítélt festményt, környezettel el kellett fogadtatni. Ugye azt mondták az emberek gyakran, hogy hát ezt én is meg tudom csinálni. Úgy néztek rá egy ilyen expresszív, expresszionista stílusban megfestett képre. Legyen az akvarell, vagy pasztel, vagy akár olajkép. És akkor meg kellett győzni a környezetet arról, hogy igen, ez jó. És melyik művész nem tudott elég erős lenni ahhoz, hogy a környezetét meggyőzze az ő igazáról, és meg inkább elhajlott a közízlés felé, az elveszhetett. Na és ilyen körülmények között festette Karancsi azokat a képeit, amik most mindenki számára
szokványosak és elismertek és értékeseknek vannak tekintve. Miről szólnak ezek a festmények? Hát egy néhány arckép, amit Karancsi festett a környezetében, önarcképek vagy a családtagoknak az arcképei, ez nem annyira jellemző rá. A tájképei, azok, amelyek megtalálhatók talán minden gyergyói értelmiségi családnak a falain. Nem tudom, van egy Gyergyó Szemiklóson olyan értelmiségi család, ahol legalább egy Karancsi festmény ne lenne a falon, olyan családok, akik ugye azért megrakták a lakásukat festményekkel. És hogy vásárolták a festményeket Gyergyó Szemiklóson is, és megteltek a lakások, most már nem csak a Karancsi festményeivel, hanem a Sövérelek festményeivel, vagy a Márton Árpád, vagy Gál András, vagy Maszelka, tehát mind ez a generáció, aki ugye hazajött Kolozsvárról abban az időben, és megteremtette, ahogy mondják Márton Árpádék, és igazuk van, a képzőművészetnek, a festészetnek a becsületét. Nem csak megteremtették, hanem meg is őrizték. Nem engedtek a csábításnak, és pénzért nem festettek képet talán soha. Ha valaki képet akart vásárolni tőlük, akkor a meglévőből kellett válasszon. Ha nem tetszett, akkor nem adták el, és valami ilyen módon tudtak megállni a lábukon abban az időben. Ismerte ön személyesen Karancsit? Persze, hogy ismertem, személyesen ismertem, és egy nagyon energikus erő, hogy is mondjam, energia, dús emberke volt, mert ugye nem volt nagy darab ember, mozgékony volt, fürge volt, sok mindenhez értett, és rengeteget dolgozott. Hát ugye szobrászatot végzett ő az egyetemen, de aztán ide Gyergyóba, ahogy ide került, talán azért is, mert egy szobrásznak egy nagyobb műteremre van szüksége, amihez neki itt nem volt szerencséje, hozzá fogott festeni, aztán festett, attól nem hagyta abba a részdomborítást, a kisebb kis plasztikát, a plaketteket készített, de festett, és grafikákat készített, részkarcokat, metszeteket, rengeteg tusrajzot. Hát nem tudom, én nem ismerek még a környezetemben olyan művészt, aki annyira termékeny lett volna, mint Karancsi. Állandóan dolgozott. Talán akkor is dolgozott, amikor pihent, vagy ahogy ő vallotta neki, a pihenés az volt, ha dolgozott, ha műterembe alkothatott. A munkáknak lényegében nagy része az már sajnos, vagy nem tudom, hogy sajnos-e, de másoknál van, tehát magángyűjteményekben. A műterem üresítés, akkor halála után, akkor kezdtük összeszedni ugye a képeket, rendszerezni, próbáltam én. Mondhatni, egy jó része nálam van, sajnos nagy része elraktározva, mert falakon nincs elég hely, mondjam azt 25%-a rámázva, 75% a mappákban. Ezek között van legkevesebb az akvarell, olaj, és a többi mind grafika. Tehát szám szerint nem tudnám megmondani mennyi.
Tehát amikor a műtermet kezdtük üresíteni, akkor lepődtünk meg, hogy mekkora valómenű volt az a munka. Kezdve a skicektől, a vázlatoktól, egészen a készmunkákig minden. De mekkora mennyiség, tehát egy olyan embernek a munkája, aki látszik, hogy lelkét beleadta, termelt. Ötletek jöttek egymás után, kísérletezett. Na, ezek a kísérletek mondhatni 100%-ban mind nálam vannak. Nem rajzolgatott, nem vázlatott. Hát egy ideig volt a műterme, amikor még a forradalom negyben laktunk, az egyik szoba volt az övé a műterem, de hát ott nem érezte jó magát. Nem lehetett úgy közlekedni, nem volt olyan. Nem volt helye. Akkor megkapta a kultúrházba a termet, akkor attól a pillanattól kezdve haláláig ott tevékenykedett. Tehát az idejének nagy részét ott ütötte. Mondjuk ez látszik is, hogy volt eredménye. Amúgy így a családban volt honnan, tehát örökölte ezt a tehetségét még? Nem tudok róla, hogy az őseim közül valaki is a művészeti ágon aktivált volna. Ha csak nem tudom, nagyszülönt a szülöttje révén, ha csak nem állunk valamilyen rokonságban Arany Jánossal. Ezt nem tudom. Esetleg onnan. De az édesapja neki vasbetonszerelő volt, az édesanyja háziasszony, ők gyerekkorában örökké költöztek, tehát Resica, Bukarest, nem is tudom, hogy Szalonta egyáltalán házuk volt-e. Állítólag az ő meséi szerint diákkorában, tehát kisdiákkorában még egy hajót sem tudott lerajzolni. És egyszer csak robbant a tehetség. Valamikor nagyon régen, még diákkoromban álmom volt, hogy vegyész leszek. A vegyészet az nagyon izgatott engemet, mindent összekotyvasztottam, egérirtót akartam készíteni. Hát természetesen rosszul sült ki, mert nem, az egerek azok nem is meg se kóstolták ellenben, az a szömszödik összes macskája megdöglött. Hát ezért már az első kudarcot már az életbe ért. Aztán utána imádtam az elektronikát, akkor vitték a háború volt, és akkor vitték el az összes rádiókat, összeszedték, tilos volt rádiót hallgatni, és akkor én összekutyultam egy kristálydetektoros rádiót, és erre nem tudtam híreket hallgatni, mert az összes szomszéd minden este ott volt, és a fülükön a kagylóval hallgatták. Tehát ez volt a második lépésem. És utána következett egy hosszú-hosszú, mert már akkor nagyobb acska voltam, egy hosszú-hosszú gyűlés, ami vele nyúlt az éjszakába. És fehér márvány tetejű asztal volt előttünk, és már amúgy is untam a gyűlést. Már akkor untam, mert utána aztán még tanár voltam 35 évig, aztán végtelenül untam a gyűlést, és elkezdtem rajzolni. És a titkár, aki éppen beszélgetett, aki magyarázott, egy nagyon jó sikerült karikatúra sikerült az asztal tetején. Annyira vérszemet kaptam, hogy hazamentem, és még a családi bibliának a hátsó lapjait is telerajzoltam a nagyanyámnak a bosszúságára. És akkor valami úgy megcsillant bennem, de apám azt mondta, hogy varjúnak varjú a fias, először legyek vasbetonszerelő. És miután megkaptam vasbetonszerelő mesterkönyvet, akkor mikor a mesterkönyv a kezembe volt, akkor elmentem felvételizni a főiskolára, Kolozsvára. És azóta eladtam magamat, és azóta az ördög sarkantyúja bennem van, és szeretnék még nagyon-nagyon sokáig ezzel az ördög sarkantyújával dolgozni, a derekamba, mert még úgy érzem, hogy sok mondani való van az emberiség számára. És szeretnék szépre tanítani embereket, szeretnék még tanítani egy pár évig, és a 70 év nem fáj. Én azt tartom, nem fáj, nem szabad megijedni. A munka az embert fiatalnak tartja.
Gyerekkoromban én arra emlékszek, hogy nagyon szigorú volt, mert nem lehet azt mondani, nem volt az, de igazságosan volt szigorú. Tehát potyára nem szídott, nem semmi gond. Elég sokszor elutonulva. Tehát vagy a műterembe, hát az életének nagy részét a műterembe élte le, vagy külföldön, ő úgy mondta, hogy elutazik feltöltődni. Amikor gondom volt, hát legtöbbször műterembe kellett bemenni, az volt, mint egy fogadóra. Hajdának volt problémája, vagy akar beszélgetni, akkor a műterembe. Ha én akartam, műterembe. Ha barátai keresték, műterembe. Mert azokra nincsen segítség. Mondanod, hogy ez lesz a kezdő. Minden ellen vagy csalós. Ezünk ilyen nincs, hogy itt kacinóznak, meg isznak. Sőt. Megosság. Kösz szépen. Megfúr. Ez az enyém. A egészséget. Voltak olyan barátjai, akik csak azért mentek be, nem beszélgettek. Leültek, vagy leült az az illető, végignézte, hogy Karancsi Sándor, vagy grafikázik, vagy akvarelezik. Na, megpihentem, Sándor, elmentem. Két beszélgetés nélkül. Én is hányszor bementem a műterembe, leültem a székre, végignéztem. Na, további jó munkát, szevasz, este találkozunk, jöttem. Olyan jó érzés volt. Pedig nem beszélgettünk, nem csináltunk, lényegében én semmit nem csináltam, ő dolgozott, de elnézni, ahogy a színeket keveri, ahogy a színeket rakja egymásra, hogy gondolkodik a grafika fölött úgy, nem felejtem el a mozdulatot, hogy körözött a ceruzával, vagy tollal, vagy szénnel a papír fölött, de perceken keresztül. És akkor egyszer csak puff, nekiszökött, és akkor kezdett dolgozni. Verset olvasott nekünk kicsi korunkba. Ott volt a műterme, egy helyen laktunk a blokkba, ott volt a műterme bent, az egyik szobába motorozott. Humorérzéke, kedvessége határtalan volt, de nem csak azért mondom, mert az én édesapám volt, hanem mástól is hallottam, főzött, felkötötte idáig a kötényt, főzött, olyan finomakat főzött. De mivel ő művész volt, például olyan volt, hogy beszélgetett a szomszédasszonnyal, és egyszer a szomszédasszony azt mondta, Sanyi, mit csinálsz? És apám így nézte, így a szemüveg így össze volt így, és a csorbát kavargatta vele. Például ő ilyen volt. Vagy valami eszébe jutott napokig, hetekig, bement csak a műterembe, csinált valami kütyüt, egy órát javított, egy bármit, ami olyan apró dolog volt, nem festett. És akkor egyik perccel a másikra úgy rájött, hogy na most, aztán festek. Akkor hetekig festett. Én voltam a kritikusa közben. Volt olyan, hogy mondtam neki valamit, megfestett. Tata, ez nekem nem jön be annyira. Mi nem tetszik rajta? Nem mondom, megtalált ki te. Úgyhogy ilyen volt. Szokták mondani önre, hogy hasonlít rá? Igen. És én mindig mondom, hogy hát igen, külsőre igen, de sajnos tehetségre nem. Én vagyok a legkevésbé tehetséges a családban. Ugye nővére majd ő nagyon szépen énekel, akkor az unokaöcsém, ha akarna, tudna rajzolni. Én maradok a külsőknél. Arcra én nem hasonlítok rá. Olyan, mint a testvérem, és én nem is lennénk testvérek. Ő inkább édesapámra hasonlít, én édesanyámra, de a természetem. Sokszor olyan, hogy a tükörben nézek, és valahol belülről jön egy olyan, hogy mintha ő lennék. Festeni nem tudok. Ellenben annál jobban kézimunkáztam, és énekeltem. Ennyit, amit örököltem tőle, de ez is valahol egy tehetségnek a megnyilvánulása. Hogy váltam székely? Igen. Vallom magamat székelynek. Miért?
mert 14 évet éltem Szalontán a szülővárosomban, és 41 évet itt, Gyergyóban. Itt alapítottam családot, itt született a leányom s a fiam, amire nagyon büszke vagyok, és az volt az életem legboldogabb perce. Itt született a két unokám, itt alapítottam családot, ismétlem, és ez a család ide kötött, feleségem székely leány, gyermekeim székelyekké váltak, unokáim a legszékelyebbek, ők verik is a mellőjüket, de nem ez számít. Lehetünk mi, akármilyen nemzetiségűek, emberek legyünk. És büszke vagyok, hogy a családom ember maradt. És a családomban megkaptam, hogy elfogadtak elsősorban a családom, elfogadtak úgy, ahogy vagyok. És amikor az unokám kezdett rajzolgatni, akkor rászóltam, hogy hagyd békibe, mert egy bolond elég a családból. Ez lett légyen én. És nagyon hálás vagyok a családomnak, hogy elfogadott engemet így, ilyen bolondon, eltűrte az én rigolyáimat, eltűrte azt, hogy én reggel bejövök ide a műterembe, mert ez az én életem. Itt rámázok, itt festek, itt rajzolok, itt vágom a paszpultot, itt készítek magamnak szerszámot, itt domborítok rezet, itt élek. És eltűrték, hogy reggel eljöttem, és este későn mentem haza. És de mindig beszámoltattak, és azt mondtam, hogy langszang, csendbe, majd megnézitek, gyertek, besnézzetek, hogy mit csináltam. Így a családom így elfogadott. És most a gyergyói ember, először nem egy alkalomkor volt az, hogy nem fogadtak el, azt mondták, hogy hát Karancsi nem gyergyói. De mivel bizonyítottam, azért csak gyergyőjévá váltam, mert innen nem mentem el. Mehettem volna én is. 90-ben ugye mindenki repült, én nem, én azt mondtam a hegyeimet, a völgyeimet, az egemet nem hagyom el. Az időben elég divatos volt a tájkép festészet terén az akvarell, a vízfestmény, mégpedig vizes felületre festett vízfestmény, ahol a színek olyan gyönyörűen egymásba folynak, egymásba ágyazódnak, gyönyörű szép átmeneteket képezve, olyan puha hangulatú tájképek lesznek így, és abban az időben ilyen nagy előszeretettel alkalmazták ezt a technikát Csíkban, Márton Árpádig, Gál András, Sövérelek, Gyergyó Alfaluban, Maszelka, Udvarhelyen, és Karancsi ugyanezt csinálta Gyergyóban. A gyergyói tájat fejezte ki ilyen módon a képein, és ez azért érdekes, mert ő alföldi látásmódú festőművész volt, az Alföldön egészen másképpen fogalmaznak meg egy tájképet, mint a hegyvidéki festők. Kedvenc motivuma volt a fa, és amikor a kép előterébe berajzolta a fát, akkor nem azt mondom befestette, hanem berajzolta. Az annyira grafikus az a fa, egy óriási nagy ellentétet érzek a táj, a háttér és az előtérben lévő fa között. Itt fogom rajta Karancsit, hogy ő igazából nem is festő volt, hanem grafikus volt. Minden egyes igazán Karancsi tájkép az
vannak az előterében, ott vannak a fák, és azok bármilyen színűek, de olyan részletességgel beszélnek és zenélnek a karancsi érzelem világáról, mint amikor a Paganini a hegedűn elhegedüli azt a virtuóz muzsikáját. Hát erről ismerhető fel a karancsi tájkép. Karancsit fel lehet ismerni arról, hogy ellentétben a Székely, az itt született, tehát Székelynek született képzőművészekkel ellentétben Karancsi olyan filozófikus természetű képzőművész volt. A grafikáiban mindig valami nagy filozófiai gondolatot próbált megfogalmazni, aztán ez lehetett drámai, lehet egy szürrealisztikus. Elégben nem szabad tenni egy fehér papírt, mert abban a pillanatban abba hagyok mindent. És nekiállok, mert azon a fehér papíron latensen én már látom, amit meg kell rajzolni is. Millió rajzolni van. 61 éves vagyok, de még mindig azt mondom, hogy még nagyon-nagyon sok téma van a fejemben itt, és azt mind ki akarom tenni, hogy tárjam az emberek elé. Nem csak a szépet, hanem azt is, ami jaj. Mert nem csak tetszetősnek akarom azt a munkát, hanem megmutassak az életből hibákat, az életből olyan dolgokat, ami ne történjen többet. Pacifistának vallom magamat, én háború ellenes vagyok, mert volt benne részem a második világháború, mint gyermek, úgyhogy megszenvedtem, rányomta a pecsétjét egész életemre. Ez visszatérő motivum állandóan. Meghatározó szerepet játszott az ő életében, talán a gyermekkorában a zsidó kérdés volt, hiszen annak idején volt egy zsidó barátja is, akit Auschwitz-Birkenau-ba elszállítottak, és meghalt. Nagyon-nagyon mély nyomot hagyott számára ez az eset, ugyanis az önéletírásából is olvasható, hogy elment meglátogatni, egy iskola udvarára zárták be a zsidókat a településen, és elment meglátogatni a barátját. A rácson keresztül próbálták megfogni egymás kezét, és a katona úgy leütötte, hogy menjen el és ne beszéljen velük, hogy ez ugye összeesett, és ez egy nagyon-nagyon mély nyomot hagyott az ő életében. Ezek a motívumok visszatérnek folyamatosan a művészetében. A halál gondolata, az elmúlási, az élettel, a tisztasággal kapcsolatos kérdések, ezek folyamatosan minden munkáján észlelhetőek, még a természet ábrázolásaiban is. Thank you.
Az exlibriseiről kellene még nagyon szót ejteni a grafikai munkái közül is, hiszen azokkal ért el világszinten is díjazásokat. 1972-ben Lisszabonban például második helyezést ért el. Körülbelül 700 exlibriseiről van tudomás. Egy nagyon kedvelt műfaj volt ez számára, ezzel kimagasolott az erdélyi művészek sorából. Megállapítsuk, hogy ő a mini méretben, a miniatúrában érezte otthon magát. És mondta is egyszer nekem, hogy szalontán, ha hazamegy, ott neki csak egy akkora műterme van, mint egy kabin. Egy egészen kicsi, de abban ő nagyon jól érzi magát. Ő azt mondja, sokkal jobban érzi magát egy kicsi műteremben, mint egy nagy csűrbe. És ez jellemző rá, hogy a kisméretű műveken az olyan változatosan, olyan mesterien idézőjelben zongorázza le az érzelmeit, hogy az fantasztikus. Másnak nagyobb felületre van szükség, hogyha valami nagyot akar kifejezni. De Karancsinak pontosan ellenkezőleg, ha valami nagyot akart mondani, akkor ő azt fókuszba sűrítette egy kis méretbe. Sokszor azt nézem, hogy ezt ugyan bizony milyen ecsettel volt képes ő megfesteni, mert ilyen kicsi ecset nem létezik. Városnak egy nagyon érdekes figurája volt, hogy használjam ezt a szót. Jelenség volt bármikor városba találkozni Karancsival. Mindig kapott az ember tőle valami útravalót, valami hangulatot, valami fényt, ami úgy a napját érdekesebbé tette, jobbá tette. Ez hiányzik, hogyha azt mondhatom, hogy mit jelentett Karancsi ebben a városban. Szerintem Karancsi Sándor elsősorban az emberek lelkében él tovább. Itt a gyergyói közegnek a mentalitásában nagyon-nagyon befészkelte magát, és nagyon belopta magát az emberek szívébe. Tulajdonképpen mindenki, akivel én a riportjaim alatt szóba kerültem, mindenki csak szeretettel és őszinteséggel tudott beszélni róla, és hát a személyisége az biztos magával ragadó lehetett, mert tényleg csak szeretettel és szép gondolatokkal emlékeznek rá. Kezem, füzetem, szívem, szemem, agyam, az mind az emberiségé, és ezé a földé, és ezé a világé, és ezé az univerzumé. És még szeretném szolgálni az emberiséget a széppel,
Szeretném szolgálni az emberiséget a szavaimmal, az írásaimmal. Aztán én nem félek a haláltól, mert a lelkemnek egy-egy darabja megmarad. Megmarad a falakon, a gyűjtőknek a falán, megmarad a könyvekbe. És valahogy ez az érzésem, hogy én valahogy egy bárány felhőn fogok lebegni valahonnan, és akkor lemutatok az ottani kollégáknak, lássátok, ott a falon van egy rajzom, amott van egy könyvem, ott van egy ember, aki simogassa pont azt a szobrot, amit elkészítettem, ne tűnjön nagy képviségnek. Ez egy öröm, egy boldogság. A halál az is csak egy átmenet valamibe. És akkor mondhatjuk, hogy éltünk, ha valamit hátrahagyunk, akkor már nem számít a halál. Mai adásunkban Páskándi Gézára emlékeztünk, aki idén lett volna 85 éves. Elbeszélgetünk egy fiatal zongoraművésszel, aki nemzetközi versenyeken részesült elismerésben. Viszont láttuk Nagy Máriát, amint szülőfalujában 50 év elteltével újra énekelt. Egy újabb szólásunk eredetére is fény derült, és felidéztük Karancsi Sándor festő, grafikus emlékét. Kedves nézőink, ez volt a mai adásunk. Még felhívnám figyelmüket arra, hogy kövessék a Teverek 2-es csatornán sugárzott magyar játékfilmeket. Csütörtökön délután 3 órától Timár Péter rendező 2010-ben készült filmjét, az Immár Feri 2-t láthatják, és pénteken délután 2 órától közvetítjük a Pál utcai fiúk című 1969-es magyar ifjúsági filmet Fábri Zoltán rendezésében. Én mára búcsúzom itt a Közszolgálati 1-es csatornán, legközelebb hétfőn találkozunk délután 3 órától. Addig is szerkesztőségünk munkáit újra nézhetik a Magyar Adás .ro honlapon, illetve az azonos nevű Facebook oldalunkon. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, viszontlátásra! Édesapám! Én nem éhezem többet itthon! Elmegyek szolgálatba! Jól van, fiam! A Vargyas szoros barlangjaival, mészkőszirtjeivel, jellegzetes élővilágával Székelyföld egyik érdekes természeti ritkassága. Felügyeletét az Elveszett Világ Természetvédelmi Turista és Barlangász Egyesület végzi. Túravezetőnk Demeter Zoltán ezúttal a látnivalók mellett egyesületük történetét is elmeséli, megemlékezve Dénes István geológusról, akinek a kezdeményezésére több erdővidéki területet nyilvánítottak védetté, és a Szurdokvölgy jelentős kutatója volt.